a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság együttműködése keretében lehetőség nyílik arra, hogy a fiatal magyar munkások, mérnökök az NDK szocialista nagyüzemeiben dolgozzanak, és ezúton ismerjék meg a technika alkalmazását, szerezzenek szakmai tapasztalatokat. Nem csak technikusok és szakmunkások, hanem szakképzetlen és érettségizett fiatalok is jelentkezhetnek munkára, és szerezhetnek szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat során a fiatalok elsajátíthatják a német nyelvet, utazhatnak az NDK-ban, és megismerkedhetnek tájaival, városaival, közben ápolhatják és erősíthetik a magyar és a német nép barátságát, a két ország ifjúságának, ifjúsági szervezeteinek kapcsolatait. Az együttes termelési, politikai, kulturális és sport lehetőségek mind a német, mind a magyar fiatalokban gazdagítják az igaz hazafiságot és a proletár nemzetköziség érzését. A két ország együttműködése lehetővé teszi, hogy a magyar és NDK vállalatok termelési és kereskedelmi kapcsolata mellett bővüljön a vállalatok személyi és munkaerő kooperációja is. Az NDK-ban végzett szakmai gyakorlatról visszatérő magyar dolgozók szélesebb körű termelési ismeretei nagy mértékben hasznosíthatók a vállalat termelési, műszaki továbbfejlődése terén. A kiutazó dolgozóknak tájékoztatást adunk a következőkben az NDK-ban történő foglalkoztatásukkal összefüggő legfontosabb tudnivalók. Bort szoktunk venni, uram. Mi nehéz munkán vagyunk, építkezésen. Kiszárad ám az ember, egy-két liter ezekből a dugaszoltakó úgy leszalad, mint a pinty. Hát, sört nem lehet kapni. Ebből is a vendéglátó járt jól, mert a drágább bort meg a töményt veszi meg az ember. Apám is azt mondta mindig, hogy fiam, a kocsmáros mindig jó jár, akkor is, ha jó terv, és akkor is, ha rossz. Úgy, ahogy az eltárs. Olyan brigádok vannak, akik együtt utaznak, egyfelé laknak, egy községben, és úgy aktuális, hogy együtt, ahogy össze van szokva az ember. Senki nem vitatkozott vele, reggel nem sok kedve van vitatkozni az embernek. Hideg is volt, valami elrontott a fűtésben. Molnár 50 éves volt, teste puffat, arca vörös, duzzadt, nyelvével megforgatta a műfogsalát a szájában, majd vállon csókolta magát, szeretem ezt a büdös kölyköt, mondta, szeretem, szeretem. Ti hogy vagytok vele? A műszak akkor kezdődik, de 3-4 hétig nem igen dolgozik senki. Akkor jön be a főnök, meg a többi. Akkor az esztergályosok, marósok beindítják a képeket. És egy szavát sem lehet tovább érteni senkinek. Jaj, anyám, mi szöket kellene az öreg. Iszonyatos másnaposságban a saprosztat kerülgetve, jaj, anyám. Jó lenne, ha ma senki sem szólna hozzám, tette hozzá. Pont ilyen hangulatban voltam 49-ben, amikor agyonütöttem egy ember. Csendben. A beszélgetés a villanyszerelők Molnár körül csoportosultak, Kapocsi magában röhögött, mindig ezt csinálja, ül a nyitott szeszámos szekrény előtt és röhög. A szekrény ajtaján egy jelmondat, tisztes betűkkel. Úgy ég a tűz, ha lobog, úgy élek meg, ha lopok. 6-10-kor bejött a fiú, vízibók, a locsoló ember. A lopotosok vicceket meséltek, időként felcsattant a nevetés, a gépmunkások kérdeztek. Az egyik marós a rádiót utánozta, most éppen a reggeli tornánál tartott. Kapocsi kinyitotta a préslevegő csapját, hogy kifúvasson egy csapágyat, az éles sikítás betöltötte a csapokat. Itt, ott tiltakozó kiáltozások hangzottak, még akkor is, amikor már elzárta a szeme. Jaj, anyám, anyám, édesanyám, kiáltotta az öreg. Miért nem pusztítod már el ezt a moslék Kapocsit, mint egy rühes kutyát? Aztán feláll, lassan a szomszéd álláshoz megy. Valamit magyarázott Kapocsinak, sugva, a dagadt lakatos hirtelen hátra vetette a fejét, és hallgatázni kezdett. Aztán összegődvetve a szekrény előtti székre vagyott. Hújjál el meg a fiúval. Rendben lenne, mondta, a méret is minden, de hát nem akarja. Micsoda?
Olyan nincs, kiáltott fel Telemek. Olyan nincs! A fiú arca foltos lett az izgalomtól. Nem megyek sehova, mondta és elszaladt. Hogyan jött volt. Az ember jót akar és tessék, mondta. Szomorú arca ment a műhely végébe. 10 óra tájban a művezető egy halom alkatrész remosását bízta vízipókra, aki véletlenül kigurította a petróleumot. Hújtán sietett a segítségére. A művezető összeszitta a fiút, de most csak állt előtte, úgy tűnt, nem is hallja a művezető kifakadását. Ne törődj vele, mondta neki Hújtán, délután, majd elfelejtesz mindent. Vízipók nem válaszol. A tepsi mellett kuporgott, és egy ecsettel az alkatrészeket mosta. Semmi nem lesz rajta, mi nem mi megyünk. Nem lesz semmi probléma. Hújtán, az egykori híres női fodrász nagy gonddal igazgatta a fiú frizuráját. Egy kis kölni nem ártott volna, mondta. Nincs valaki, nekem van, pitralonom, mondta Kapocsi. Várjatok! Az oknia is masszonnal megvonnál, és közelebb jött a tükör elő. Az egész öltöző sugdorozva pukkadozott. Azok mi sem baj, mondta Hújtán. Kihúzod előre és alá csapod. Ezért jobb a kapcsol. A fiú repkedett a kezei között, Véznál idegesen, meghatottan, páras szemmel mosolyogva. Úgy érezte, mindenki szereti. És egy ülő, mesztelen női alak arra. Egy szobor. Fehér talagzat. Messziről elnyújtott borotvügy hallatszott. Másnap elromlott a fűtésben valami. Hideg volt az öltözőben. Mindenki sietett és átkozódott. Mindenki hülye, aki ilyen helyen dolgozik.